Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Ma velünk van Kun Gabi, aki a Nőklapja kafénak a újságírója. Szia, Gabi! Hello, hello! És velünk van a szokásos két Grácia is. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Nos, azért hívtuk be Gabit a mai beszélgetésbe, mert megjelent a Nőklapja kafén egy cikk az e-cigi szabályozásról, illetve az e-cigaretta káros mellékhatásairól, és erről beszéltél, Gabi, akkor? Hogy beszéljük erről? Így szabad? Persze, hogy mi volt ez, honnan jött ez? Igen, amerikai kutatást olvastam, csak már azt se tudom, milyen egészségügy, meg egészséges dolgokkal foglalkozó női angol nyelvű oldalon. És aztán, ahogy utána néztem, ez a kutatás több helyről így előjött, amiben ezt írták, hogy ugyanúgy rákot okoz, ugyanúgy mind meghalunk, hogyha ezt szívjuk, vagy a cigit szívjuk, tehát teljesen mindegy, hogy melyiket szívjuk. Ez volt a lényege. És akkor én csak összedolgoztam a saját tapasztalataimmal, mert ilyen nagyon sokat így cigizek, és mellette én valóban függő maradtam a sima cigitől is, ezt írtam bele. Tulajdonképpen. Ami az egészségügyi része, azt nem én találtam ki, nyilván az, hogy most rákot okoz, vagy nem, ilyeneket nem írok a saját fejemből. Ez volt ebben a Clinical Cancer Research Rákutatóintézet felmérésében. A függés része az enyém, hogy én mindentől függök jelenleg. Szerintem én pont 3 pontot találtam, amiben kivetni valót találtam, illetve ami érdekes lehet számunkra, ez a nikotinmérgezés, a rák és a függőség. Volt, szerintem ezt 3 között dobjuk szét, és akkor kezdeném én a nikotinmérgezéssel. Igen. Itt azt írta a cikk, illetve gondolom az eredeti is, hogy a kaliforniai egyetem tudósai szerint a nikotinos likvidek egyenesen mérgezőek, mivel hogy olyan koncentrációban tartalmaznak nikotint, hogy könnyen túladagolhatjuk magunkat. Nos, ezt többször átbeszéltük már előző podcastek kapcsán, hogy mi a kritikus mennyiség, és mi a halálos dózis nikotinnál, illetve nikotinos folyadéknál, és azok a folyadékok, amik nálunk még a szabályozás előtt, illetve Európában is kaphatóak például, azok olyan koncentrációban tartalmaznak nikotint, aminek egyszerűen lehetetlen a túladagolása, és most a lehetetlent úgy értem, hogy akár megfoghatsz te egy decis üveg nikotinos folyadékot is, és előbb érzed azt, hogy borzasztó rossz íze van, mint sem, hogy bármi történne veled a nikotinkáros hatásaként. Aha. Tehát mondjuk nikotinmérgezést kapnál, és leállna a szíved. Ha megiszom ezt a likvidet, sem fogok meghalni? Gyakorlatilag én például a likvideket úgy szoktam kóstolni, hogyha valakitől kapok új likvidet, akkor azt első körben egy cseppnyit az ujjamra cseppentek, és megnyalom. És aha, akkor már az ízéről már van valami képzetem. Egyébként valóban, tehát a nikotin az, amiből ezt az egészet előállítják, igen, méreg, idegméreg, de nem ilyen koncentrációban. Tehát hogyha ott, ahol előállítják ezeket a folyadékokat, és nem ezekkel a, mondjuk csak vegyük az átlagot, 12 vagy 18 mg per milliliter mennyiségekkel dolgoznak, hanem 100 vagy a fölötti mennyiségekkel, akkor valóban igen, az okozhat bőrpírt, fölszívódik a bőrön keresztül, tehát az nem segít senkin, hogyha letörli, illetve magát megnyugtatja azzal, hogy letörölte, de ugyanúgy beszívódik bőrön keresztül. Na most azért kérdeztem meg, hogy megívása nem halálos-e, mert hogy ebben ezt nem fordítottam le a cikkbe, mert nem akarok tömeghisztériát kelteni. Ezt írták, hogy ez is milyen veszélyes, hogy a szülők elől hagyják ezeket a kis likvideket, és egy kicsi gyerek, mert majd jól megissza, és akkor hát akkor azért ebben több kivetnivalót is látok. Egy, az előhagyott likvidek, ha megnézed, gyerekzárasak. Tehát az gyerek nem igazán tudja kinyitni. 2, az, hogy jó az íze, azt csak gondolod, mert kóstolj meg egy 18-as málnát, mindjárt rá fogsz jönni, hogy az iszonyatosan nem tud meginni. Tehát azt a gyerek az azt szereti, ami édes és finom. A likvid nem finom. Tehát nem fogja meginni.
azt érzed, hogyha megkóstolsz egy ilyet, hogyha erős, a magas a nikotin tartalma, hogy csípa likvid, hogy kesernyés, nem érzed azt, hogy ebből neked mondjuk be kéne önteni egy kis szódával is meginni, mert olyan finom egyébként. De mégis, ha annyira hülye gyerekem van, hogy mégis meginni, nem fogja meginni, hát nem jó. Hát, jó, hát figyelj, a kanalas orvosságot nem tudod is belediktálni, pedig azt úgy csinálják, hogy azt a gyerek elméletileg megtudja. Nem fogja meginni. Jó, de álljunk neki annak, hogyha meginná. Ha meginná, akkor sem történne az, ami történne, mert erre is voltak már egyébként kutatások, humán kutatások voltak, tehát nem egérrel, meg patkánnyal, meg majommal, hanem volt olyan emberke, aki maga elé vette a likvides üvegcsét, és meghúzta. És mennyi volt fifika? Másfél decinél? Talán igen, egy enyhe hasmenés volt? Tehát sokkal, egyébként sokkal magasabb valószínűleg a letális dózisa a visszahígított nikotinnak, mint ahogy azt gondolják. Tehát az a letális dózis, amit meghatároztak, az Krisztián mikor 100 évvel ezelőtt találták ki? 1700-as évek végén. 1700-as évek végén. Igen. És még a mai napig ezt szajkózzák, holott már volt erre példa, de ezt Krisztián jobban tudja, hogy mekkora adagot bírt valaki a megint. A legdurvább, aki kifejezetten öngyilkossági szándékkal fogyasztott nikotint, 1500 mg nikotint vett be, ami mennyi az? 30 vagy 300 szorosan, most nem tudok számolni. Tehát az 50 mg körüli abszolút fék halálos dózisnak a mérhetetlenül többszörösét, 1500 mg-ot vett be, és nem sikerült megöngyilkolnia magát, ennek ellenére sem. Úgyhogy teljesen máshol van a halálos dózis, mint ahogy azt eddig hirdették. Ettől függetlenül természetesen nem kell nyitott likvides üvegcséket szanaszéjjel hagyni a lakásba, persze. De hogy lényegesen kisebb az ebből származó veszély, mint ami annyira szeretik fölfújni. Az a vicces egyébként, azon gondolkoztam menet közben, hogy itt ilyen egyetemek nevei hangzanak el, hogy honnan jött a történet, meg ilyesmi, és mégis ilyen nagyon nem tudományos féligasságok és ilyen érzelmekre appelláló érvek jönnek elő állandóan, hogy de hát majd, ha egyszer piros hó esik, és a gyereked megissza, akkor hú, mi a fene lesz, és ez nem egy tudományos számszerűsíthető történet, ám ellenben... De mi áll ennek a hátterében? Tehát miért csinálják akkor, hogy miért adnak ki ilyen felmérés? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindig van egy aktuális szakértő, tudod, van ilyen szak az egyetemen, szakértő. Megkérdeznek egy szakértőt, az fölnyálazza a Google-it, megnéz az 1700-as években megállapított letális dózist, és utána ezt szajkózzák. Tehát... Uh-huh. Hogyha egyrészt, hát nem akarunk összeesküvés elméleteket kreálni sem. Én akarok. De én is, igen. De az tény, hogy amint képbe kerül kettő darab szervezet, az egyik a dohánylobbi, a másik pedig a gyógyszerlobbi, onnantól kezdve ők bármit át tudnak bárhol verekedni. Tehát, igen, hogyha a dohánylobbi azt mondaná, és erre már vannak is irányulások, hogy ők a likvid piacra is belépnek, akkor már pedig ők fognak... Még egy vendégünk. Még egy vendég, a kutya. Tehát akkor ő át fogja tudni verekedni magát a képviselőtestületeken, vagy bármi más olyan szakhatóságon, ahol úgyis olyat fog mutatni, ami meg fog felelni, kettő, ha nem, akkor pedig érdekében lesz elfogadtatni másokkal azt, ami szerinte jó, és ő fog tudni majd prezentálni olyan sítet, vagy olyan tudományosnak tűnő vizsgálatot, mondjuk egy ilyen egyetem által készített vizsgálatot, amire azt fogják mondani, hogy igen. És pont azért nehéz ez a kérdéskör, mert millió és egyféle szemszögből meg lehet vizsgálni úgy, hogy jó legyen, vagy úgy, hogy ne legyen jó. Föl tudok tenni neked olyan kérdést, amire az a válasz, hogy a végén az jön ki belőle, hogy ez az ördögtől való, és inkább dohányozzál. Föl tudok tenni olyan kérdést, ami után pedig azt mondod, hogy többet cigarettát nem, és ennél egészségesebb, az se lehetne, ha fölmennél a Mátra tetejére, és ott szívnád a levegőt.
Igen, a másik ilyen, ami benne van ebben a történetben, hogy általában az ellenzők meg a vészmadarak, akik nyilatkoznak és szakértők, hogyha egy kicsit megkapargatja az ember a felületet, akkor általában hamar kiderül, hogy ők valamiféle függőségi viszonyban vannak valamelyik nagy lobby csoporttal, általában a gyógyszer lobbival. És valamikor tavaly nyár környékén kezdett el keringeni az a fajta ellenérv, hogy az elektromos cigaretta az a belépés a dohányzáshoz, és mindig fél évente kitalálnak valamilyen újat, ilyen blödséget. És pár hete jött ki a cikk a sajtóban, hogy előbányáztak pont tavaly nyáról a GlaxoSmithKline-tól egy belső memót, amiben írkásszák, hogy jó lenne figyelmeztetni a törvényhozókat arra, hogy tudjanak róla, hogy az elektromos cigaretta az kapu lehet a dohányzáshoz nagy valószínűséggel, és hogy így köszönjük szépen, hogy a gyógyszergyáraknál ilyen dolgokat kitalálnak, és aztán ezt töltik bele a döntéshozók fejébe. Ami egyébként hülyeség, mert az összes olyan kérdőív, ami erre irányult, az mind hiba határon belül hozta az elektromos cigaretta, nem hogy hiba határon, hanem nullára hozza az elektromos cigarettáról cigarettára átszokók arányát. Illetve tudjátok, nekünk is az előző heti kérdőív, mert szoktunk ilyeneket csinálni, az előző heti kérdőívet 600-an kitöltötték, és ott 1% alatt volt azoknak az aránya, akik az elektromos cigaretta előtt nem dohányoztak. És ebben benne volt az 1%-ban az is, aki 1%, aki nem dohányzott, most elektromos cigarettázik, és nullás likvidet fogyaszt. Csak az íze miatt. Például. Hát különben, hogy most divat lett ez olyan szinten, hogy egyre több fiatalt látok, de ilyen... Hál' Istennek! Én annyira örülök neki, borzasztóan! Hát persze, ne a cigaretta lógjon a szájába! Tehát... Hát eljöttek, nem büdös. Érted, bár, hát most, hagyják, igen. Most jobb lenne, hogyha mentolos tutyi-mutyi lógna a szájába, nem, és azzal próbálkozni. Nyilván, hogy ezért is cuppantak rá ennyire, hogy majd ők biztos dohányozni fognak, hát mert hogy ez egy potenciális következő függő generáció. Azt felejtik el általában ezeknél, bocsánat, hogy így közbeszóltam, hogy ezeknél a felméréseknél azt felejtik el általában, hogy amikor megkérdezik a fiatalkorúakat, hogy elektromos cigarettáznak-e, ez sosem, mindig, valamiért sosem vetik össze azzal a számmal, hogy ennek a csoportnak hány százaléka az, aki egyébként dohányzott korábban. Uh-huh. Tehát most van alternatíva a gyerek előtt, hogy nyúljak a doboz cigéjéme, mit tudom is én, vagánykodni akarok, vagy nyúljak az elektromos cigéjé. Hát százszor inkább az elektromos cigarettáján nyúljon a kurva kölök, mint a rendes cigarettához. És emiatt nem lehet, hogy ki leszünk tiltva a kocsmákból, minden ilyen közhelyről az elektromos cigivel is? Mert hát akkor ez ugye ment nekik, ezeknek a kis fiatalkáknak ez a legfőbb ér, hogy ő bárhol szívhatja. Nem, ez két dolog van. Megint közbeszólok pedig. Ebben a témában két fő vonal van. Az egyik, ami szintén vészmadárkodják, hogy újra normalizálni fogja a dohányzást, hogyha mindenhol ezt látják, hogy az emberek elektromos cigarettáznak, és a másikat meg elfelejtettem, mire végigmondom a mondatot, de az is ezzel kapcsolatos. Ja igen, hogy a szabadon elcigarettázó emberkék látványa aláássa a dohányzás elleni évtizedes harcot. Tehát ezek az érvek vannak, amik jönnek ellene, de igazság szerint a törvény háttere a dolognak az, hogy ez nem dohányzás, tehát nem lehet betiltani. Természetesen bármit bármikor be lehet tiltani, de igazából semmiféle jogalap nincsen arra, hogy ezt megtegyék. Hát a múltkor volt ilyen élmény a vonaton, hogy rám szóltak. Ez mindig olyan élményekből táplálkozik az ilyen, hogy például van olyan vépertársunk, aki rendszeresen utazik vonattal, és hol engedik, hol nem engedik, sehol nincs leírva, viszont ő már találkozott olyan kalauzzal, aki használt elektromos cigarettát. Aha. És ő képben volt azzal, hogy mi ez. Legrosszabb esetben is én azt mondanám, hogy kimegy az ember a kocsinak a végére, az ajtóhoz, és ott szívja, és ott sem szólhatnak érte. De ha szólnak, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy e-cigarettásként a legjobb az a fajta elkerülő magatartás,
ha ránk szólnak, vagy valaki szóvá teszi, akkor elteszem. Hát most ha legyen, persze, meg, nem, legyen, nem meg a napi, legyen meg a napi öröme, hát ennyi. De... Ez csupán elvi kérdés volt a fejem, ez nyilván elrakom, mert kibírok akárhány órát nélküle, csak... Gondolj bele... Hát vajon van-e mögötte? Gondolj bele például, bocsánat, hogy közbeszólok. Itt van élő példának Krisztián. Sokszor megemlítettük már a podcast alatt. Krisztián, mielőtt elkezdett elektromos cigarettázni, ő alsó hangon, mikor egy hétköznapi napot veszünk figyelembe, 4 doboz cigarettát szívott. Mm. Amikor buliba ment, akkor ez fölment 6-ra. Egy nap. Mondjuk 6 doboz cigaretta. Tehát az azt jelenti, hogy folyamatosan lógott valami a szájából. És hogyha ő valahova kilépett az utcán, mondjuk elment sörözni, vagy bármit, meg volt hűlve attól, hogy nem volt nála mondjuk 2 doboz cigi. Ellenben most elmegy a közértbe, egy másfél órás túrát szervez, mert vásárol, és nem esik kétségbe, illetve nem kap idegrohamot azért, mert nincs nála az elektromos cigaretta. Van, hogy direkt otthon hagyom. Nekem is, mert kényelmetlen a zsebben hordani, meg lehozza. Jó. Hát meg a tiétek már biztos, hogy és akkor itt most lehet, hogy hirtelen ugrok egy másik témára. Az nem van. Hogy tiétek, ahogy a Balázs, én is látom, ilyen bazi nagy atomerőműnek néz ki. Szerintem biztos ti is azt hívjátok. De tényleg először, amikor megláttam, megijedtem, hogy mi az eszköz, ami az asztalon van, akkora volt. Ez az, ami szerintem, nekem legalábbis nőként már olyan, ami bazi jó füstöt ad meg, nagyon sokáig bírja, kéne nekem, de olyan otthonban néz ki a kezemben, hogy nem tudom használni rendesen, vagy nem akarom igazán, meg nehéz is, meg minden bajom van vele. De most például ezt a, mit adtál nekem, Balázs? Kúzé. Kúzi? Kúzi. Ebben beleszerettem. Balázs nagyon jól tette, mert az én kezemben is egy kúzi van egyébként. Sőt, az enyémben is. Na, éreztem én. Ez nagyon jó, de az én kezemben viszont így egyszerű szőke nőként felhasználó vagyok, nem fogok tekercselni, meg én azt szeretem, hogyha működik, nem kell vele semmit csinálnom, maximum likvidet kell vele töltenem. Na most képzeld el, hogy nekem van nőismerősöm, ugyanígy kúzi van a kezében, egy Kaifun Light kazán van rajta, hasonló méretű, mint amit most szívsz, és ő magának tekeri, vattázza, csinálja. Férfiakat megszégyenítő precízséggel. Igen, valóban igazad van, hogy vannak azok a hölgyek, de férfiak között is, akik ezeket az out of the box megoldásokat szeretik, vagy nincs rá idejük, vagy nincs rá érzékük, nincs rá affinitásuk, és akkor egy ilyet szeretnének, amit csak kicserélik a kazánt, és nincs vele több gond. De volt egy elszólásod, ez a fülemben megragadt, és a rák témánál is ezt olvastam az Enel Cafén. Füstöt említettél tévesen, pedig ugye mindenki tudja, hogy ez gőz. Ez megtévesztő mindenki számára, és valószínű ebből vannak azok a konfrontációk is, amiket te mondtál, hogy a vonaton azt mondják, hogy itt nem szabad. Szóval azt igen, mondja. Meg lehet találni, és pont egy nemrégiben beszéltünk az adásban, hogy pont máshogy jár a nők agya ilyen szempontból, és mikor lesz már az a gyártó, aki felismeri ezeket az igényeket, hogy a nők azt szeretik, hogyha pici, hogyha már hogy elektromos cigarettával igen. Meg hogyha könnyű kezelni, és nagyon sok gyártónak van ilyen terméke, és pont múltkor találtunk ilyeneket, hogy Swarovski kristály volt rajta, hogy csajos lila volt, hogy kis szívecskés volt a szívókája. Tehát azok mind ilyen ego akkumulátorok voltak, amik nem bírják ki egy napig. Hát, mert hogy ez is egy elvárás lenne nyilván, hogy mint ez kibírja nálam 2 napig simán, minden, az is bírja ki, ami jól néz ki. Az a baj egyébként, én ezt első kézből kapom, mert én nagyon régóta próbálom a páromat rávenni, hogy a kis ego kategóriás történetről váltson át egy mod készülékre. Csak neki is pont ugyanez a problémája, hogy ő szereti, hogyha keskeny és elfér a kezében normálisan, és nem egy ilyen ormótlan nagy rúddal akar mászkálni. Úgyhogy nekünk ez már hosszú ideje tartó
kávária és quest a Szent Grálért, hogy találjunk egy olyan módkészüléket, ami kisebb, 14-500-as akkumulátorral megy, de még mindig jól néz ki. Csak ebben meg az a baj, hogy a kisebb akkumulátortól egyrészt rövidebb és keskenyebb lesz, tehát már kezdi közelíteni azt a méretet, amit akár egy hölgy ízlésének is megfelelhet. Viszont ugye a kisebb akkumulátor méret az magával vonja azonnal a kisebb teljesítményt is, tehát már nem fogja olyan sokáig bírni. Úgyhogy kacifántos, nagyon nehéz ezt így megtalálni. A múltkor egyébként majdnem találtunk egyet, a mini Valkürt mutatta az Andor, de hát azzal meg az volt a baj, hogy nem 5-10-es, tehát igazából képtelenség találni olyan módot, ami megfelelne neki. Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy hát annyi lehet a megoldás, hogy normál méretű, mint amit te picinek mondanál, abból ugye olyan készleteket is lehet kapni, amiben van kettő darab, és míg az egyiket töltöd, a másikat szívod. Ahogy mondtad, hogy te ezzel a kúzimoddal, ami a kezedben van, két napot kibírsz, én mondjuk egy ilyenben egy nap háromszor cserélek aksit. Tehát ez is a használati szokásokon múlik, de ha te azzal két napot kibírsz, akkor egy ilyen két darabos egóval egy egész napot biztonságosan ki lehetne bírni. Igen, hát valamit valamiért. Sajnos ezért nagyobb a méret, hogy nőjön a kapacitás, és tovább bírja. Addig, amíg valami áttörő technikai újítás nem lesz akkumulátor fronton, akár itt, vagy akár a mobiltelefóniában, vagy bárhol máshol, addig sajnos ezekkel a méretekkel tudunk csak operálni. De Charlie egyébként teljesen... Igen, ez egy nagy piacérés, de Charlie teljesen jól mondja, tehát az egy alapszabály, hogy egy darab akkumulátorral nem szabad nekivágni a történetnek, legalább kettő kell, hogy egy mindig töltődjön, amikor a másikat használod, és akkor így bőven el lehet lenni. Ez történik most, csak idegesít. Tehát annyira egyszerűen szeretném kezelni ezek... a dolgot, nyilván, hogy ne kelljen terjegetni. Igen, az önfenntartó véget érhetetlen energiaforrás még nem találták föl sajnos, úgyhogy hát igen, ezzel kell főznünk, az akkumulátorok lemerülnek egy idő után. Ha megengeditek, bocsánat, mondjad? Nem, csak hogy áttértem volna itt a női vonalon még akkor tovább a terhesség témára, hogyha már így lesznünk. De ez nagyon ez pont összefüggésben van azzal, amit én a cikkben olvastam az NL Cafén, hogy a rák sem kerül el. Mert igen, hogy igen. Itt van megint egy nagyon tudományos rákkutató intézet, aki igen. Szerint a tüdőrák nem kerülhető el azzal, hogyha elcigit szívunk, és ugye itt írták azt, hogy ugyanúgy hatással van a hörgőkre, mint a mezei cigaretta füstje, ugyanúgy deformálódást okozhat, mindkét füst, már itt a hiba, ugye, amit az előbb mondtam, uh-huh. Idegen anyag a tüdőnk számára, semmi keresni valója nem lenne ott. Igen, ezt mi is sokszor sok helyen elmondjuk, hogy az lenne a legjobb, hogyha mindenki tiszta levegőt szívna, de mondjuk ezt a körúton sem tudod kivitelezni. Tehát, hogyha nem a világtól elzártan élsz egy kis hegyi faluban remeteként, akkor már pedig olyan anyag is jut a szervezetedbe, ami nem odavaló a tüdődbe. Ezen én megint fölhúzom magam. Linket küldeni a görög embernek a... Pont őt van akartam említeni. Farsalinoszt? Persze. Az az igazság, hogy én Twitteren szoktam őt követni, de mindjárt megkeresem, és akkor bedobom, addig mondjad, Krisztián. Nehéz Farsalinosztól konkrét tanulmányt megtalálni, mert annyi van neki, hogy az valami elképesztő, de pont őt akartam fölhozni, mint ellenpéldát, hogy ez is engem rettenetesen föl szokott háborítani, hogy akkor itt van egy ilyen tudományos intézet, és ennyit képes kinyögni baromi tudományosan, hogy deformálódást is okozhat akár a tüdőszövetben. Ezzel szemben dr. Farsalinosz 2,5 hónapon keresztül vizsgálta, hogy a tüdőszöveti sejtekben okoz-e bármi nemű elváltozást a belélegzett elektromos cigaretta, gőze és párája, és 2,5 hónap után arra a megállapításra jutott, hogy 2,5 hónap alatt nem sikerült elváltozást megfigyelni a szövetekben. Ez nekem egy fokkal tudományosabban hangzik, mint a jaj, akár deformálódást is okozhat a szövetekben. Egyébként Farsalinoszhoz visszatérve, most volt nem régiben, 1-2 hete egy tudományos konferencia Lengyelországban, ahova minden ország ból kaptak meghívást. Múlt héten volt konkrétan. Múlt héten. Mi is kaptunk meghívást, csak financiális keretei igen szűkösek a hazai egyesületnek. Oda szépen mondtad. Köszönöm. Farsalinosz is felszólalt több tudományos szaktekintély mellett. Ez konkrétan egy nikotin konferencia volt,
az életre gyakorolt hatásait vették gorcső alá, és ott szólalt föl például ő is. Ez egy kétnapos konferencia volt, plusz volt egy nulladik nap a mindenféle civil szervezeteknek, mint például a Villanypára Egyesület is, akik itthonról figyeltük az eseményeket. Igen. Ennek most jelent meg. Majd megjelent egyébként, bocsánat, hogy közben, megjelent Farsa Linusnak erről egy kis eszéje, hogy milyen jó volt, tanulságos volt a konferencia, ezt én Twitteren láttam, írtam is neki, azóta nem jött még válasz, de gondolom nem csak én vagyok így vele, úgyhogy várom, hogy... Én azt akartam mondani, hogy közben kijöttek, publikálták az előadások anyagait, úgyhogy a következő adásra én majd csokorba gyűjtöm a legérdekesebbeket, és kivesézhetjük, hogy mire jutottak és hogyan. Na, az tök jó lenne. Visszatérve ide a rákhoz, mert nekem szúrta a szemem ez a kutatás, ugye ilyenkor a kiinduló föltételek nincsenek definiálva. Tehát valószínűleg, aki e-cigarettát szív most, az előtte dohányzott. Tehát az gyakorlatilag, hogyha a tüdőrák statisztikát nézzük, akkor nyugodtan bekeverhető bizonyos szempontok alapján akár a dohányosok közé is. Ha a hörgő tágulatait, a fizikai elváltozásait nézzük, pont ugyanazt fogom látni rajta, hogy 40 éve dohányzott, vagy 30 évet dohányzott, vagy 20 évet dohányzott előtte. Patkányokon végzett kísérlet egyébként volt a gőzzel, a propilénglikol gőzével, és ott pedig azt állapították meg pont ennek az ellenkezőjét, semmilyen elváltozást nem okozott a patkányok tüdőszövetében és a hörgőjében. Tehát most akkor kinek higgyünk? Én a rák témán... Ja, bocsánat, meg folyton közben szólok. Nem, de... hát, hogy akinek higgyünk kérdés, ugye ez nyilván annak kell hinni, aki exakt kutatást végez, nem pedig aki nem támasztja alá, csak talán deformálódást okoz. És ugye a patkány az nem dohányzott előtte, tehát ő abszolút jó alany volt, és gyakorlatilag hónapokon keresztül tömény propilénglikol gőzbe élt. És nem volt elváltozása sem a hörgőnek, sem a tüdőszövetnek. Bizonyos, azt hiszem, szemirritációt ki tudtak mutatni, de lehet, hogyha ilyen gőzbe járkáltunk volna 2 hetet vagy 3-at, az nálunk is előfordulna. Kérdezd Charlie párját. Igen. Igen, hát nálunk, ugye én ezt a kuzit használom, amit az előbb is mondtál, hogy te is, és most én elvonultam egy külön szobába, az ablak zárva, hogy ne jöjjön be semmi zaj, és olyan köd van, hogy már a fal másik végét nem nagyon lehet látni, és ez jelen esetben nem túlzás. Én a lakásból ki vagyok tiltva ezzel a készülékkel, úgyhogy most jó, hogy nyár van, egyébként télen cudar sorson van, de ezen kívül, meg azon kívül, hogy az ablakról le kell takarítani a rárakódott, nem nikotint, hanem ezt a, ugye ez a növényi glicerin az magához rántja a vizet, és egy ilyen filmszerű réteget képez, ha rengeteget szív az ember. Tehát egy 3-4 hetente azért ezt leszoktam. És ez a bőrön nem okoz elváltozást? Tehát nem von a szár köré de, barna de, réteget? De, okoz annyi elváltozást, hogyha ezt a bőrömre fújom, és utána ugye elkenem, akkor olyan, mintha a testápolóval bekentem volna. Hát, mert ugye állandóan érintkezik a bőröddel, hogy ezt szívod. Nem. Akkor... Semmi elváltozás nem. Ez is ilyen női kérdés különben, hát hogy nem elem. Egy halom testápolóban egyébként alkotó elem. A növényi, tehát amit most úgy mondunk, hogy propilén, glikol és növényi glicerin, hogyha bemész a patikába, és azt mondod, hogy szeretnék venni propilén, glikolt, egy, vagy adnak, vagy nem, de fognak adni, a patikusok döntő hányada fog adni, mert egyébként ezeket az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is használják. És a kozmetikaiparban. Abszolút, a nagy egészségvédő otthoni szappanfőzős asszonykák is ezt használják a szappanfőzésre, tudom, van ilyen ismerősem. De most a növényi glicerinről jutott eszembe, hogy olvastam erről a gyógynövényes nikotinpótlós... A legjobb helyen jársz. Igen. Igen, mert hogy... Nem tudok sokat, mert ilyen érintőlegesen olvastam, csak hogy ez jó-e, nem jó-e, mire jó. Engedd meg, hogy felkonferáljam a hazai gyógynövény likvid készítés hazai doyenjét. Úttörőjét inkább. Úttörőjét. Úgy, hogy úttörőjét. Zoli ezzel foglalkozik. Na, ez miről szól, és miért jó nekünk? Hát igazából azt
próbálom valamilyen módon összehozni, hogy azok a gyógynövények, amelyek egyébként is jók lehetnek, például kamilla, mit tudom is, hát a bodzavirággal elég nagy gondba vagyok, mert nagyon nehéz a bodzának azt a jellegzetes illatát bent tartani a likvidbe, de a kamilla, a levendula, a mezei zsúrló, és van még egy pár csillagán is, római kömény, van még egy pár olyan gyógynövény, ami propilenglikolban az úgynevezett eszenciája jól használható. Hogy ennek milyen hatása van? Hát a kamillának annak van egy nagyon jellegzetes illata, önmagában a fitoterápiában nyugtató hatásúnak mondják, likvidben pedig hát elég érdekes, de bizonyos ízekkel nagyon jó használható. De akkor a hatását megtartják a gyógynövények, a hatásukat megtartják a gyógynövények? Én azt gondolom, mondjuk a levendulából kiindulva, hogy igen. Uh-huh. De nyilván ez, hogy mondjam, tehát mindig kellenek olyan emberek, akik valamit kitalálnak, aztán azt valahogy megpróbálják olyan szintre emelni, hogy az utána esetleg majd fogyaszthatóvá váljon. Most én egy gyógynövény lepárló készülékkel együtt élek, és ez egy nagyon komoly, ez egy aromatoronnyal rendelkező, kimondottan ilyen célra készült. Ez olyan, mint egy pálinka főző egyébként. És hát ugye ebből olaj nyerhető, illetve eszencia. Nyilván az olajat azt nem használjuk, tehát a kamilla olaja, a levendula olaja az más hasznosítást nyer, de a végén maradó víz, eszencia, az nagyon jó használható likvidekhez. Tehát, de nyilván... Magad kísérletezel tulajdonképpen? Hát igen, hát ezt csinálták régen is a nagyok. Vajákosok. Illetve, a vajákosok, igen. Illetve hát próbálok konzultálni olyan fitoterapeutákkal, akik egy picit jártasabbak ebbe a dologba, és mondjuk...